Fedák Sári a 20. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb művésze volt, ünnepelt Primadonna Budapesttől New Yorkig. Bizonyíthatatlan vádak miatt 1945 után mellőzött lett, nem léphetett többé színpadra. Mélkán ünnepelték, és méltatlanul félreállították. Az ő alakjának állít emléket a szűcsneli által előadott monodráma, amelyet a fesztivál első napján láthatott a közönség a krúdi kamarában. Az előadás Fedák Sári naplóiból született az előadó, és Dávid Zsuzsa a rendező közös munkájaként. Elolvasva az első naplóját, azt mondtam, ez, ezt nekem kell csinálni, mert amikor arról ír gyerekkorában, hogy ő, mint műkedvelő, abban az épületben lépett föl, ahol most a Beregszászi Színházunk van, mondom, nincs véletlen, és nagyon sok olyan pontot találtam, és úgy raktuk össze az előadást is, hogy mi az a közös benne és bennem. Szücsnelli visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak. A művésznő úgy véli, a színház mindig ünnep, és egy fesztiválon különösen az. A színház az a, mondhatjuk úgy, hogy a kultúrának egyik koronája, mert mindenki megtalálhatja a színházban, a, amire a lelke vágyik. És ez a színész feladata is, hogy egy kicsit egy illúzióba helyezi nem csak önmagát, hanem ugye a nézőt is, és együtt arra az egy-két órára, ebből a nem mindig szép világból eljuthatnak együtt valahova. A színházi versenyprogramban látható lesz még a következő napokban a játékszín, a Spirit Színház, a Karinti Színház és a Nézőművészeti Kft. egy-egy előadása is. A Kossuth téren fellép többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, de az Ankonai Szerelmesek és a Gyöngyhajú Lány című műzikeleket is láthatja majd a nagy érdemű.